saját hite szerint tisztelhet. Alig ha akad még egy ország a Földön, amelynek alkotmánya 17 vallási közösséget ismer el. A keresztények ugyancsak egyedülállóan a térségben, a lakosság 40%-át teszik ki napjainkban. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا ولدة الله Üdvözlégy Mária, szól az imádság arab nyelven, újra és újra ismétlődve. Rózsafüzért mondanak a zarándokok Szent Sárbel egykori remete lakjában. Hétköznap délelőtt van. Hideg, esős idő, mégis folyamatosan érkeznek a látogatók. Marmarun kolostora hajdan a világtól elzárt, csendes, magányos hely volt a hegyek között. Sárbel atyának azonban még ez is túl zajosnak tűnt, és azt kérte, hogy remeteként élhessen tovább. Előjárói korán sem voltak megértőek vele, és vonakodtak teljesíteni óhaját. Ekkor történt, hogy egy alkalommal, amikor olajat kért a lámpásába, két ifjú novícius inkább vizet öntött bele, ám a láng mégis fellobbant. Felismerve Isten akaratát a csodás jelben, Sárbel atya végül megkapta az engedélyt az elvonulásra. Ettől kezdve egészen haláláig a szomszédos hegytetőn épített remete lakban élt. 70 éves volt, amikor 1898 karácsonyának vigíliáján visszatért lelke teremtőjéhez. 8 napig tartott az agóniája, ami alatt a szent liturgia szavait ismételgette egyre halkabban. Igazság, Atya, íme a te fiad. Miután karácsony napján eltemették, megmagyarázhatatlan fényjelenséget tapasztaltak az egyszerű fakereszttel megjelölt sírnál, amelyet látva a környékről sokan jöttek a kolostorhoz imádságos lélekkel, tanúságot téve Sárbel atya szentségéről. Nyugvó helyéhez idővel egyre többen zarándokoltak el, az ott elhangzott kéréseket pedig nagyon sokszor azok csodás meghallgatása követte. A szükséges eljárások után Sárbel atyát 1965-ben boldoggá, majd 1977-ben szentté avatta 6. Pál pápa. De Libanon nem egyedül Szent Sárbel oltalmát élvezi. Égi patrónusa a szűzanya is, akinek tisztelete a Beiruthoz közeli Harissa nemzeti szentélyében összpontosul. Drótkötélpálya visz föl a hegytetőre, ahol a kegyhely áll, csodálatos panorámát kínálva a tengerre és az öbölre. A zarándokhely középpontjában Szűz Mária monumentális szobra áll. Franciaországban készült, 8,5 méter magas, a súlya 15 tonna. Karjait a főváros Beirut felé tárja, mintha azt mondaná, gyertek hozzám mindannyian, akik bennem bíztok, és vegyétek ajándékaimat. A szobor 20 méter magas csonkakúp alapzaton áll, amelynek tetejére külső lépcsősor vezet, belseje pedig meghitt hangulatú kápolnát rejt. A Kadisá, vagyis Szent Völgy vadregényes tájain járunk. Több ezer éve lakják, barlangjai sokszor szolgáltak menedékül a különböző keresztény egyházak szerzeteseinek. Az egyik legszebb kolostort remete Szent Antal pártfogásába ajánlották az alapítók. Eredete egészen az 5. századig nyúlik vissza, az illetékes püspök 1708-ban bízta a maronita rend gondjaira. A különleges hangulatú monostor ma is az imádság és az elmélkedés helye. A közösség minden nap szentmisén vesz részt, és 3 alkalommal gyűlik össze imádságra. Vasárnap és az ünnepek idején, amikor a zarándokok száma megnövekszik, 4 szentmisét is tartanak a részvételükkel. Sokan jönnek ide rövid időre elvonulni a világ zajától, papok, szerzetesek és világiak egyaránt. De nem csak az imádság, hanem a mezőgazdasági munka is szerves része a monasztikus életnek. A környező földeken zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, aminek a jövedelmét aztán a környező falvak lakóinak javára fordítják. A Szent Antal monostor ugyanakkor évszázadok óta fontos szellemi központként is működik. Itt állították fel az egész Közel-Kelet legelső nyomdáját 1585-ben. A
Kádisa völgy legvégében, a Libanon hegység 2000-es csúcsainak oltalmazó árnyékában találjuk azt a cédrusligetet, amely talán a legszebb és legnagyobb menedékhelye ennek a csodás, ám kipusztulóban lévő fajtának. Isten erdeje, így hívják a fallal körülkerített birtokot, ahol minden egyes példányt számon tartanak, és megpróbálják szaporítani is a fát. A cédrus szépsége, méltósága és emberi léptékkel felfoghatatlan életideje sok művész fantáziáját megragadta. Nekünk különösen kedvesek Csontváry Kostka Tivadar festményei, de közismert a francia költő Alphonse de Lamartine verse is a libanoni cédrusok kara címmel. Az ország nemzeti szimbólumának számító fa megmaradásáért minden évben hivatalosan imádkozik a Maronita Egyház, augusztus 6-án itt, a ligetben felépített kicsiny kápolnában. Lassan végére érünk libanoni barangolásunknak, bár korántsem azért, mintha már ne lenne miről mesélni. A felmérhetetlen szépséget befogadni azonban nem könnyű, gyorsan telítődik az emberi lélek. Legyünk ebben is Halil Gibran profétájának követői, aki így tanította hallgatóságát. A szépség az élet, ha az élet föllebbenti szent arcáról a fátylat. De az élet ti vagytok, és ti vagytok a fátyol is. A szépség az örökké valóság, mely önmagát tükörben szemléli. De ti vagytok az örökké valóság, és ti vagytok a tükör is. مش دايق انا اطيب منها لا 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 مش 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 دايق